Köszöntöm nézőinket! Önök a hétköznapokon jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként következzenek kiemelt híreink röviden. Trianon 101. Megemlékezés Szentendrén. Partmozi. Elköszöntek az eddigi üzemeltetők Klötz Ildikó és Paraszkai György. Bérmálás. 38-an vették fel a szentséget. 101 éve hullott darabjaira Magyarország. Erre emlékeztek Szentendrén is, a Trianon emlékműnél, ahol az 1920-as eseményeket is felidézték. Ünnepi beszédet mondott Kerezsi Csaba, szentendrei Móricz Zsigmond gimnázium intézményvezetője, a megemlékezést főhajtást, koszorúzás követte. Új békéket kötöttek, új államok jöttek létre az első világháborút lezáró események hatására. Ezek a döntések nagy hatással voltak a magyarok életére, mert sokakat csatoltak el az anyaországtól, az osztrák-magyar monarchia felszámolását követően. Erre a szétszakításra emlékezünk minden évben, június 4-én az összetartozás napján. Szentendrén a magyar és a székely himnusz után beszédet mondott Kerezsi Csaba, a szentendrei Móricz Zsigmond gimnázium intézményvezetője. Június 4-e. A Magyarországgyűlés döntése alapján 11 éve a nemzeti összetartozás napja. A 2010-ben született törvény a trianoni békediktátumra emlékezve a nemzeti összetartozás céljának erősítésével született, már megfogalmazásában is ellentétes azokkal a képzett társításokkal, amelyek a békediktátum kapcsán elsőre jutnak eszünkbe. Június 4-e, 100 évvel ezelőtt, ugyanis nem a nemzet összetartozásáról, hanem a nemzet szétszaggatásáról, szétszakításáról szólt. Ezért is érdemes végig gondolni, miért az összefogásra, összetartozásra kell fókuszálni a mai napon, összhangban a törvényben megfogalmazottakkal. Ebben a néhány percben nem egy újabb történelmórát szeretnék tartani Trianonról. Az imént hallhattuk az első világháborút lezáró békeszerződés tartalmáról, körülményeiről szóló összefoglalást. Most sokkal inkább arra szeretnék összpontosítani, hogy mit jelentett ez a mindennapok szintjén akkor, és mit jelentett ez a mindennapok szintjén nekünk a jelenben 100 év elteltével. Hogyan tudunk szorosabb kapcsolatba kerülni a múlttal azért, hogy azokat a jelen céljai érdekében kamatoztathassuk. A békeszerződés politikai, gazdasági és diplomácia történeti téren egyaránt bizonyítja, hogy mi a következménye, ha a politikában a józan ész helyére a bosszúvágy, az indulat kerül. A következmény itt egy nemzeti sorstragédia lett. Sok mindent megtanulhattunk a történelemkönyveinkből, hogy miért, de sok mindenre nincsenek szavak. Megtanulható, hogy miért volt etnikai katasztrófa a magyarság számára. Megtanulható, hogy miért volt gazdaságtörténeti katasztrófa a nyersanyag lelőhelyek elcsatolásával, az infrastruktúra tönkretételével. Megtanulható az is, hogy miért volt kulturális katasztrófa, egyetemeink, történelmi városaink elcsatolása, az érintett egyházi felekezetek szétzilálása. Ezek a döntések, súlyosbítva a vesztes háború valamennyi borzalmas következményével önmagában is megalapoznák, hogy a magyar történelem fekete napjaként tartsuk számon június 4-ét. A nemzet sorsában mindig családok, személyek tragédiái húzódnak meg. Ezt is kiemelte beszédében az iskola vezetője. A nemzethaláltól való félelem egyidős a nemzettel, legalábbis annak a 18. századtól kialakuló fogalmával. A nemzethalál lehetősége itt lebeg a közgondolkodásban, Kölcseitől, Aranytól, Adin keresztül a napjaink gondolkodóiknak sokaságáig, és valóban reális lehetőség is volt a nemzet eltűnése. Tény azonban, hogy a nemzethalál jóslata, sorstragédiák, például Trianon ellenére sem következett be. Egyrészt, mert minden korban voltak olyan gondolkodók, közéleti szereplők, nemzeti hősök, akik tettek azért, hogy ez a jóslat ne teljesedjen be, hogy nemzetünk megítélését, önbecsülését, a mennyiségi mutatók dimenziója helyett a minőségi mutatók dimenziója adja. Hogy a létszámfölény pótolhatja a kultúrfölény, hogy együttműködő kevesek hosszú távon mindig tovább érnek a veszekedő sokaságnál. Másrészt elkerült a nemzethalál azért is, mert ott volt azon hétköznapi emberek sokasága, akik kénytelenek voltak megtanulni túlélni, és képesek voltak megtanulni építkezni. 11 éve 2010. május 31-én nyilvánította az országgyűlés, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. Azóta emlékezünk együtt hivatalosan is az első világháborút lezáró eseményekre, hogy ne merüljenek feledésbe az akkor történtek. Ha az emlékezést nem a felejtés követi,
hanem a felelősségteljes gondolkodás, majd valamilyen jó szándék által vezérelt cselekvés, az már igazi siker és talán hazaszeretet. Akkor megtettük a legtöbbet, amit megtehetünk. Pontosan azt, amit a 2010-ben elfogadott törvény elvár tőlünk, ahogy a preambulumában fogalmazza, hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és a nemzetek kölcsönös megértésén és együttműködésén alapuló békés jövőjéhez. Ezzel megtesszük azt, ami az emberi életutakban és a nemzetek történetében is egyébként igen ritka, tanulunk a múltunkból. És azt a jelen céljai érdekében megpróbáljuk kamatoztatni. Emlékezzünk és építkezzünk. Tegyük be a maguk kicsi, de annál fontosabb építőkövét egy olyan világba, ahol remélhetőleg nem történhetnek többé trianonok. A megemlékezésen részt vettek a város vezetői mellett a civil szervezetek, egyesületek képviselői is. A főhajtás koszorúzással zárult. Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Vezesd még egyszer, győzelemre népet, Csaba királyfi, csillagos vénye. Maroknyi székely, borlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengeré. Fejünk az árjaj, százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk. Elköszöntek a közösségi oldalon a nézőktől a partmozi üzemeltetői Klöcz Ildikó és Paraszkai György az alábbi üzenettel. Azt mondják, a csúcson kell abbahagyni. Mi ezt nem tettük meg, viszont a gödörbe sem akarunk lemenni. 13 évig építettük, fejlesztettük a mozit, második otthonunkat. Nem ilyennek gondoltuk a búcsút, igaz, az új vezetőinket sem. 2021. június 1-től felmondtunk. Ami szép volt, nem lehet sem elvenni, sem letagadni. Köszönjük nézőinknek, barátainknak a rengeteg szeretetet, támogatást, együttlétet, jókedvet. A többi nem számít. Mint kiemelték, döntésük nem politikai jellegű. 38-an vették fel a bérmálás szentségét június 5-én a Szentendrei Keresztelő Szent János plébánián. A szertartást Mohos Gábor püspök atya celebrálta. A bérmálkozók között voltak fiatalok és felnőttek is, akik hosszú felkészülés után kapták meg a Szentlélek ajándékait. A bérmálás a felnőtté válás szentsége, amely megerősíti a hívek egyházhoz való tartozását. Hazánkban általában 7-es, 8-os korban vesznek részt a szertartáson a fiatalok. Az egyháznak van 7 szentsége, a kerességtől egészen a betegek kenetéig. Tulajdonképpen átöleli az emberi életnek minden egyes szegmensét. Tehát amikor szükség van rá, akkor az Isten egy olyan, Krisztus egy olyan szentséget rendelt, olyan szentséget ajándékozott nekünk embereknek, amely segíti az emberi életet. A kerességgel kezdődik. Régebben, amikor felnőtteket kereszteltek meg, meg most is így van, akkor a kerességet és a bérmálást egy alkalommal közösen végezték, vagy szolgáltatták ki. Aztán kialakult a gyermekek keresztelése, és aztán így alakult ki az, hogy tulajdonképpen a nagykörhúságnak a szentsége lett ez a bérmálás, hiszen ekkor már egy saját döntése van annak a fiatalnak. Legalábbis én nagyon remélem azt, hogy így van. Én a 14 évet inkább följebb emelném, de hát ez a jog, úgyhogy akkor ezt nekünk követnünk kell. De hála Istennek mindig vannak gimnazisták, érettségizők, sőt felnőttek is, akiket én készítettem föl. 8 felnőtt, aki már
már igazán benne van a korban, és tudatosan nagy örömmel készült erre. Szombat délután 38-an bérmálkoztak Szentendrén. A szertartáshoz az életkorban lévő 14. életévüket betöltött személyek járulhattak hozzá. Blankenstein György atya szerint az a fontos, hogy a hívő saját döntése legyen a bérmálás felvétele. Ez egy tudatos vállalás. Sokszor régebben a szokás az, ami hát a bérmálásra úgy odavitte, hogy megszokott volt az, hogy akkor meg kell bérmálkozni, és akkor rendben van minden. De a mai világon egészen más, és nagyon fontos ez a tudatos döntés, az, hogy én valóban vállalom a hitnek, meg a elkötelezettségnek az útját, és ez szerint próbálok élni. A római katolikus hitvallás szerint a gyermekek a keresztség után évekig tartó hitoktatást, első áldozást követően kapják meg a bérmálás szentségét. A felnőtt bérmálkozók György atya segítségével egy éven át készültek az eseményre. Legtöbben azért gyerekkoruktól kezdve tanultak hittant, tehát mondjuk ez a klasszikus példa. Ugye nagyon sokat segít itt a katolikus iskolánk, katolikus gimnázium, a Ferences gimnázium, vagy a református gimnázium is, ahol sok katolikus tanuló is részt vesz, és a diákonus készíti föl a fiatalokat a szentségre. A felnőtteknél egy éves készület volt, hogy minden hétfőn jöttek, és készültek. Olyan érdekes volt, mert mindig olyan nehezen mondom ki egy felnőtt számára az, hogy egy év, és minden héten, hogy mit fognak ehhez szólni. És hát nem tudom azt, hogy akkor talán volt egy ilyen verzenkedés az, hogy hát nekem annyi időm nincsen, bár egy jogosítvány megszerzésére van idő. De befejezéskor mindig az olyan kár, hogy befejeződött. Tehát annyira örömteli volt a együttlét, és főleg a hitre való mélyebb rátalálás. Tehát ez tényleg egy ajándék volt az Istentől. A bérmálás során a híveknek kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait, akik így aktív tagjai lehetnek és képviselhetik az egyházat a világ előtt. Blankenstein György atya végigvezette stábunkat a szertartás menetén. A szentmisé keretén belül lesz a bérmálás szentségének a kiszolgáltatása, tehát az evangélium felolvasása után akkor történik mindez. Tulajdonképpen egyszerű formája van, a püspök elé jönnek egyesével, mögöttük a bérmaszülők, akik kezeskednek érte, és hát egyben ő maga fiatal, maga felnőtt választotta, hogy őt szeretném, ő a példaképen. És akkor a kezét a püspök ráteszi a fejére, és a hüvelyk ujját belemártja a krizmába, a megszentelt krizmába, és a homlokára egy keresztet rajzol, és ezt mondja, hogy vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Mi abban hiszünk, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek, az, hogyha nyitott a szíve, és hogyha vágyódik rá, akkor belé költözik. Tehát úgy, ahogy mondjuk egy barátot, egy szerelmet valaki tud hordozni a szívébe, örömmel tölti el az, hogyha rá gondol, hogyha találkozik vele, hogyha együtt van vele, ugyanúgy az Isten is ezt akarja, ezt, sőt, még mélyebben, ami a emberi kapcsolatokban lehetséges, az, hogy igen, én hordozom az Istent, és ő meg hordoz engem. Ez egy nagyszerű találkozás. A szombati szentmisén a bérmálást Mohos Gábor püspök vezette, aki elmondta, a bérmálkozás szükséges a kereszténységben való kiteljesedéshez. Hitünk megtartásában minden szentség segít bennünket, hiszen a keresztény hit az nem egy emberi spekuláció, hanem az Istennek az ajándéka, és az ajándékai azok különösen a szentségeken keresztül jutnak el hozzánk. Ugye a legalapvetőbb a keresztség szentsége, akkor vehetjük föl a többi szentséget. Az oltári szentséghez és a szentgyónáshoz való rendszeres járulás táplálja bennünket ezt a hitet. De azt tanítja az egyház, hogy a
bérmálás szentsége teszi teljessé azt, amit a keresztségben megkapunk. Tehát mintegy kiteljesedik bennünk az az ajándék, amit Isten nekünk adni szeretne. Tehát ezért nagyon fontos, mert valahogy nem vagyunk egészen teljes, kiteljesedett minden ajándékkal megajándékozott keresztények akkor, hogyha a bérmálás szentségében nem részesültünk. Természetesen a minden szentség olyan, hogy önmagában nem tart meg minket a kereszténységben, kell hozzá a mi együttműködésünk. Ezek olyan ajándékok, amikkel ha nem működünk együtt, akkor terméketlenek maradnak. Tehát az ember, hogyha együttműködik, akkor viszont egy nagy segítség és ajándék Istentől belülről. Maga a Szentlélek az, aki bennünket tanít, vezet az élet különböző helyzeteiben, a nehéz döntésekben. Hogyha imádkozunk a lelkiismeretünkben, meghallhatjuk, hogy fölismerhetjük a helyes választ, vagy a helyes döntést. A püspök szerint a felkészülés során főként azt kell megértenie a bérmálkozóknak, hogy mivel lesznek gazdagabbak a szertartást követően. Leginkább azt az ajándékot kell megpróbálnunk fölkészülten fogadni, amit ez a szentség jelent. Ehhez pedig meg kell próbálnunk valamelyest, amennyire mi ezt a emberi értelmünkkel fölfoghatjuk, megismerni és fölfogni ezt az ajándékot, aki is a Szentlélek. A Szentlélek a harmadik isteni személy, vagyis Jézus a Fiúisten, megtestesült Fiúisten, és az Atya közti szeretetnek a tulajdonképpen megszemélyesült valósága, hogyha ezt így emberi fogalmakkal megpróbáljuk valahogy megközelíteni. És ahhoz, hogy befogadjuk, ahhoz valami fogalmunk kell róla, azt tudnunk, hogy Isten szeretet, Isten nem büntetni akar, hanem gyógyítani. Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot, és általa üdvözüljön a világ. Ha ezeket tudjuk, akkor már egy nagy lépést tettünk ahhoz, hogy a Szentlélek szeretete úgy töltsön be bennünket, hogy ne féljünk Istentől, hanem bízzunk benne, építsük rá az életünket. Lássuk azt, hogy ez egy csodálatos távlat. Ez nem korlátokat jelent, hanem olyan kereteket, amik közt igazán ki tud bontakozni az életünk. A június további részében is lesznek örömteli események a szentendrei keresztelő Szent János plébánia életében. 11-én pénteken lesz Jézus Szent Szíve ünnepe, 19-én szombaton pedig az esztergomi bazilikában pappá szentelik a friss diplomás Eredics Gergőt, aki ugyanezen a napon este mutatja be első szentmisőjét a Péter Pál templomban. Színes, vicces, elgondolkodtató, népművészeti motívumokkal díszített, csak néhány azok közül a maszkok közül, amik az elmúlt másfél évben életünk részévé váltak. A pandémia hatására beindult a maszk készítés a tárgyalkotó népművészet jelenben zajló változata, aminek megfigyelése és dokumentálása is különleges lehetőséget kínált a Skanzen munkatársainak. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a hétvégén nyílt meg a virtuálisan is látogatható Mutasd a maszkot kiállítás. A hivatalos megnyitót szombaton tartották. A maszkviselés hétköznapi életünkre gyakorolt hatásáról szólt. A kiállítást dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója nyitotta meg, a kerekasztal beszélgetést dr. Sári Zsolt általános igazgatóhelyettes vezette. Részletek pénteken 19 óra 20 perctől Művészváros című magazin műsorunkban. A Szentendre Start rendezvény sorozattal nyitotta meg kulturális életét a város a hétvégén. A tematikus séták, kiállítások mellett vasárnap este a Művészetmalomban különleges koncerttel zárult az idei első fesztivál. Opera, világzene és jazz koncert Szentendre és a Dunakanyar kiváló művészeivel. Ez volt az idei első fesztivál a városban, ami az újranyitásról, a művészetről, a kultúráról és persze a zenéről szólt. Szentendre is csatlakozott a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége országos nyitó koncert sorozatához, aminek köszönhetően országszerte egyszerre szólt a zene több településen. A városi rendezvénynek a Művészetmalom adott otthont. Nagyon nagy izgalom, tényleg a művészeken is, meg magunkon is azt látom, hogy őrületes, torokszorító érzés ennyi idő után megint a szakmánkba dolgozni, megint kulturális eseményt szervezni, tehát mindenkibe érzem ezt a feszültséget, meg az örömöt, a találkozás örömét.
Ami az érdekessége a mai koncertnek, hogy ahogy most éppen Falusi Maria mondta, hogy elővettem egy körzőt, és húztam egy körülbelül 5 kilométeres kört Szentendre belvárosából, mindenki, aki ma fellép, az itt él a városba, vagy a város környező településein. Szerintem ez egy őrületes nagy dolog. Nekem nagy ambícióm, hogy az előadó művészeket a Dunakanyarban, Szentendrén és a Szentendrei szigeten összefogjam, és még körülbelül 4 ilyen koncertet össze tudtunk volna hozni ilyen színvonalú művészekből, úgyhogy ez a különlegessége a mostani Szentendre startnak. Marha régen álltam már szentendrei közönség előtt, az elmúlt években itt nem sikerült fellépni, egy olyan 10 évvel ezelőtt voltam azt hiszem utoljára, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy beindult egy ilyen művészeti élet most, hogy ebben én is részt vehetek. Óriási öröm, hiszen most már hát több mint lassan másfél éve, hogy így személyesen élőben nem állhattam színpadon, vagy nem állhattam emberek előtt, közönség előtt, nézők előtt, és éppen ma délelőtt már volt egy rövid kis ünnepség, itt pedagógusokat köszöntöttünk, és súgtam a szervezőnek, hogy hát mondom, hihetetlen, hogy lassan 50 éve vagyok a szakmában, és itt ez a bizsergető érzés itt van, hát ez most egy picit több, mert úgy tényleg bennem van az az örömteli érzés, hogy de jó, hogy bízunk benne, hogy a nehezén túl vagyunk. Örülök, hogy ilyen közel van az otthonomhoz. Szentendre mindig is ilyen nagyon-nagyon varázslatos, kultúros és ilyen vadregényes, vagyis ugye a jó értelemben, hogy ilyen kulturált emberek lakják, sok kedves arc van. Nagyon szívesen lépek föl itt, mert Szentendre, én azt hiszem, hogy a hagyományaival együtt, amilyenek vannak neki, az operajátszással és a főtérről, stb., azt hiszem, hogy itt van igényes közönség is, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt is énekelhetek, még nem énekeltem én személy szerint Szentendrén, de hát eljött ennek is az ideje, és állok elébe. A helyi ismert és elismert művészekkel készült beszélgetést, interjúkat a pénteken este 19 óra 20 perckor kezdődő Művészváros című magazin műsorban nézhetik meg. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap kedden, csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, néhol erős az északi, északkeleti szél. Délután 25-30 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. 101 éve hullott darabjaira Magyarország, erre emlékeztek Szentendrén is, a Trianon emlékműnél, ahol az 1920-as eseményeket is felidézték. Elköszöntek a közösségi oldalon a nézőktől a partmozi üzemeltetői, Klöcz Ildikó és Paraszkai György. 38-an vették fel a bérmálás szentségét június 5-én a Szentendrei Keresztelő Szent János plébánián. A szertartást Mohos Gábor püspök atya celebrálta. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a 7 embere című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. És megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak egymásra, viszontlátásra!